Rövidesen egymásnak feszül a magyar férfi kézilabdázás egyik legnagyobb csapata, a PIK Szeged és az osztály újonca, az Eto Szese. A férfi kézilabda NB1 negyedik fordulójában hazánk második legjobb csapata, a PIK Szeged volt a zöldmezes Eto Szese vendége. Az első félidőben kiválóan játszott az újonc, Juan Carlos Pastor együttese csupán a 21. percben tudta átvenni a vezetést 8-7-nél. A félidő végén is minimális különbséggel 11-10-re vezettek a vendégek, vagyis bátran és lelkesen játszottak az egyetemisták. 11-10-es szegedi vezetésről folytatódik a játék. Fordulás után aztán már kiütközött a két csapat közti klasszis különbség. 10 perc alatt majdnem annyi gólt dobtak Ancsinék, mint az első félidőben összesen, a hazaiak pedig nem tudták tartani a lépést a klasszisokkal. A játékrész közepére már 8, a lefújáskor pedig 12 gól volt a Szeged előnye, vagyis 31-19-re győzött az esélyesebb csapat. Ugyanakkor nincs miért szégyenkezniük Maggi Serra tanítványainak, mert 40 percig komoly erőbedobásra késztették a PIK-et. Az első félidőben jól játszottunk, jól tartottuk az ellenfelet, vélekedik Serra mester. A másodikban már sokkal nehezebben tudtunk gólt dobni, de elsősorban nem a Szeged a közvetlen riválisunk. Az első félidőből lehet meríteni, a másodikból pedig tanulni. A túloldalon a szintén spanyol Juan Carlos Pastor finoman szólva sem volt elájulva fiai teljesítményétől. Idegenben mindig nehéz a győzelem, mondja a vezetőedző. Enerváltan kezdtek a fiúk, lassúak voltak lábbal, és ezzel belelkesítették az Eto játékosait, akik így megmerték csinálni a cseleket. Ezután viszont magunkra találtunk, és biztosan nyertük a meccset. Ha lemaradt volna az Eto Szese PIK Szeged NB1-es férfi kézilabda mérkőzésről, akkor kedden 17 óra 30 perckor mindenképp kapcsoljon a Győr Pluszra, mert mi felvételről megismételjük a találkozót.